Most van 70 éve a Shoának, ami azt jelenti, hogy sokan nem tudják, ez azt jelenti, hogy katasztrófa. Tudod? Na most én, amikor tavaly megkaptam az Akadémia Életmű díját, akkor bejelentettem, hogy írom az emlékirataimat. És ez úgy elterjedt, tudod? Csak a Szent István Társulatóval én rendszeresen publikálok be tudományos munkákat. Azt megkért, hogy ebből az emlékiratból, ha elkészült netántán ez a korszak a 30-as és 40-es évek közepéig, a háború végéig, akkor adjam oda. Na most rólam tudott dolog, hogy én a jezsuitákkal kapcsolatban, őhozzájuk kapcsolódva meg zsidókat mentettünk, tudod? Ez egy kis csoport volt, egyetemista csoport. És én ezt írtam le az emlékirataimban, hogy ez hogy volt, hogy a Wallenberggel hogy voltam kapcsolatban, vagy miket csináltunk együtt, vagy a Kastner Rezsőben. Szóval ezeket leírom, és ez érdekes történelmileg, de amiért én írom, és megengedtem, hogy kiemeljék az emlékiratokból, az azért van, mert azt akarom, hogy a katolikus társadalom, én nem merek az egész kereszténység nevében beszélni, de a katolikus társadalom tudja meg, hogy kell egy katolikus embernek gondolkozni ezekről a kérdésekről. Ilyen egyszerű. És ezért ajánlom. Ha akarod tudni, hogy miért ajánlom, miért ülök itt és aláírom, hogy az ezért van.